Every day I fall just a little bit when I close my eyes. Yeah, I admit I think of it, you and me alone. Is anyone else near here? 'Cause I don't think I know or care. I feel like I'm invisible and only you can see. Whoa, whoa, whoa. It's moving much too slow. The same old things come and go and take my time. Minutes meant for you and I. And it's all Vak Randim az élettel. Igaz történet alapján. Mindent pontosan úgy csinálsz, mint én, érted? Igen. Humár Carpaccio, tárkonyos vinegret mártással, endíviával és cukorborsóval. Jó étvágyat! Nagyon szép munka. A nevem Saliya Kahavatte. Egyszer olvastam egy idézetet egy Buddha nevű fickótól. A boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság. Mai szemmel nézve tökéletesen egyetértek vele. De Buddha ide vagy oda, ennek az útnak nem kellett volna olyan rohadt göröngyösnek lennie. És megengedték, hogy felszolgáljak, pedig a gyakornokoknak azt sose hagyják. Azt mondták, ha érettségi után náluk akarok tanuló lenni, bármikor tártkarokkal várnak. Hűha, ez nagyon jól hangzik. Uh-huh. Mindjárt szétpukkad a büszkeségtől. Büszke akkor lehet, ha saját szállodája lesz. Mondja az elszegényedett sri-lankai arisztokrata. Ez milyen szalvéta origami? Egy klasszikus. A püspök süveg. Mi a baj? Sali. Semmi. Az átváltozás Franz Kafka novellája. 1912-ben írta, és... bocsánat. Mi a Saliya? Nem tudod kiolvasni? Látom, muszáj búzkodnod, nem vicces, ülj le! Ki tudod olvasni? Túl homályos. Most jobb? Nem. Sali, gyere, kérlek. Itt foglalj helyet. A vizsgálati eredmények szerint kétoldali veled született szembetegségben szenvedsz. Ez sajnos oda vezetett, hogy különféle komplikációk miatt nagyon gyorsan elindult a retina leválás. A látóképességed 80%-át elveszítetted, és a látóideg is károsodott. Így szinte alig további impulzust. Azonnal meg kell operálnunk, hogy a látásodnak legalább egy kis részét megtarthassuk. Thank you.
De legalább nem vakultam meg. Maradt 5%. Szerencsés vagyok. Mindenben segítek. Nem megyek speciális suliba. Itt akarok leérettségizni, normális iskolában. És utána elvégzem a szállodai szakképzést. Mindig is így terveztem. És nem fogom feladni a rohadt szemem miatt. Olvasd! Olvasd fel! Gyerünk, olvasd már fel! Normális iskola. Csak hogy te nem vagy normális. Ígérd meg, hogy a sulimban maradhatok. Persze. Ígérem, Sally. Még egy példa a láncszabályra. Y egyenlő E a 4X plusz 2-e. A 4X plusz 2-t behelyettesíthetjük U-val, így tehát Y egyenlő E az U-adikon. Szália, ugye szólsz, ha túl gyors vagyok? Persze, szólok. Köszönöm. A külső derivált, tehát marad y egyenlő e az u-adikon, míg a kitevő deriváltja 4x+2, az az 4. Mi van? Nem értem. Ezek szerint y vesző egyenlő e a 4x+2-en szorozva 4. Tehát y vesző... Az e az u-adikon. Az u-adikon. Szor 4. Akkor a második tényező? Akkor a második tényező? Egészen biztos. Egészen biztos. Szünetet. Hullafáradt vagy. Majd érettségi után pihenek. Tovább. Tört szám. Tört szám. Az összege az arcus sinus és az arcus cosinus x-nek konstans. És annyi, mint... Neved zokon, Szália, de használ bármit is ez a motyogás. Az arcus sinus x deriváltja egyenlő 1 osztva az 1 minusz x négyzet gyökével, vagyis az összege az arcus sinus és arcus cosinus x-nek konstans, és annyi, mint pi per 2, vagyis 1 tizedes vessző 5707963 27. Jól van, akkor haladjunk tovább. Anya! Sheila! Megvan az érettségi. Szuper az átlagom. Gratulálok. Biztos azért lettem vak, hogy ne kelljen látnom téged. Szeretnék tanulónak jelentkezni a szállodájukba. Sokszor utaztam a szüleimmel külföldre, és már akkor elhatároztam, hogy szállodai szakember szeretnék lenni. Idén nyáron érettségiztem a Neustadt-i Kant gimnáziumban jó eredménnyel. Sajnos olyan szemproblémát diagnosztizáltak nálam, ami lecsökkenti a látóképességemet. Ennek ellenére az érettségit normál iskolában tudtam letenni. Tudom, hogy ezzel a problémával nem lesz egyszerű elvégezni a szakképzést, de mindent megteszek. Sajnálattal közöljük, hogy el kell utasítanunk. De a rengeteg jelentkező közül végül más jelöltek mellett döntöttünk. A fogyatékosokat nem tudják kidobni, ezért fel se veszik őket.
Öt csillagos szálloda, Herr Kahavatte. Legyünk realisták. Az ön súlyos fogyatékossága mellett más nem jöhet szóba, csak telefonközpontos. Vagy masszőrképzés egy speciális intézményben. Jobb lenne önnek, ha felhagyna az álmodozással. Hm? És hogyan? Vegyek be álomcsillapítót, vagy mi? Sajnos olyan szemproblémát diagnosztizáltak nálam. Egy müncheni ötcsillagos szállodába jelentkezel, és nem szólsz a szemedről? Nem. Másképp nem megy. Olyan életet akarok, amilyet terveztem. Anélkül, hogy folyton azt hallgatnám, hogy ez nem megy, nem vagy képes rá. Az 1841 óta magánkézben lévő, többször is kitüntetett Weyer-Isherhoff szálloda 340 szobájával és 65 lakosztályával kiemelkedik a nemzetközi luxushotelek közül. Legendásak a szálloda Night Clubjának élő műsorai. Saját színháztermét pedig a legjobb varieté színházak között tartják számon. Saját mozink, az Astor Cinema Lounge szintén biztosítja a színvonalas szórakoztatást. Az 5 étterem és 6 bár minden kulináris igényt kielégít. A kiváló designer... Szemkontaktus. Ez a legfontosabb. És közben persze ne felejts el beszélni hozzám. Jól van. Nos, Herr Kahavatte, ön nálunk szeretné elvégezni a szakképzést? Igen, így van. Ezért jelentkeztem önökhöz. Följebb. A szemkontaktushoz picit följebb a fejed. Jó, szuper. És végig tartsd a kontaktust. Jó. És készen áll rá, hogy minden vendéggel barátságos legyen, akárhogy is viselkednek önnel? Igen, lesni fogom minden kívánságukat. Nagyszerű. Akkor Isten hozta nálunk. Köszönöm. Kezet kell fognunk. Te nyújtsd előbb a kezet, hogy a másiknak helyen megfognia. Újra. Akkor Isten hozta nálunk. Kezet kell ráznod, nem mellett. Bocsi. Ismételjük. Bejárat, forgóajtó, utána 12 óránál 20 lépés az átjáróig. Aztán 45 fok balra, és még 10 lépés. Ott megállok, úgy teszek, mintha körülnéznék, és várok a HR menedzserre. Pontosan. Sok sikert. Mindegy, mi történik. Mi szeretünk. Vette? A nevem Fried, én vagyok a személyzeti vezető. Köszönöm, hogy fogad. Miközben beszélgetünk, megmutatom a szállodát. Tehát most érettségizett. Miért döntött úgy, hogy nem megy egyetemre? Mert sokkal vonzóbb volt számomra a szakképzés itt önöknél. Bocsánat! Max Schröder. Egy órával ezelőttre vártam. Igen, tudom, de egy teherautó nekiment a villamosnak, az leugrott a sínről, és teljesen beszorult egy ház kapuja elé. Minden bedugult, se előre, se hátra. Nem hallotta a rádióban? Én hallottam. Hello. Köszi. Jól van, akkor jöjjön velünk. A tetőteraszon kezdünk. És a gyakornokoskodás után döntött úgy, hogy öt csillagos szállodában szeretne dolgozni. Igazából sokkal előbb.
14 évesen. Apám Sri Lankai, és a nyári szünetben mindig meglátogattuk ott a bátyját, aki egy nagy szállodában dolgozik. És mi fogta meg 14 évesen? Tudja, nagy stadban nőttem fel, és az nem a nagy világ. De a szállodában úgy éreztem, hogy az egész világ összegyűlt egy helyen. A különféle nyelvek, kultúrák, vallások, viseletek. És mindenki udvarias és tisztelettudó volt. Ahogy igazából mindenütt lennie kellene. Erre megyünk, Herr Kahavatte. Jól van? Köszi. Nos, ez itt az egyik lakosztályunk. A takarítás is része lesz a... képzésnek, ha felvesszük. Herr Schröder. Láttad? Egy bombázó! A tanulók a konyhán sajátítják el a magasabb gasztronómia alapelemeit. Új rendelés! Két gyöngytyúk, egy borjúfilet, királykeszeg! Gyorsan le! Igenis! Kösz! Normálisan vágsz szét, olyan disznomódon, mint a múltban, érted? Jó, persze! Mi van, nem tetszik valami? Kinyalhatod! Igenis! De elég kemény, mi? Mindig az volt az álma, hogy nálunk dolgozzon? Mindig. Már gyerekként is, mint Herr Kahavattének? Igen, persze. Ő a főszakácsunk, Herr Krohn. Jó napot! Jó napot! Tudják, mielőtt Herr Krohn idejött, egy óceánjáron dolgozott. Innen a katonás hozzáállás. Befejezésül megmutatom az egyik éttermünket. Itt 15 asztal van, legtöbbször mint foglalt, esténként igazi nagy üzem. Az ott Herr Kleinschmidt, ő vezeti az éttermet és a hozzátartozó bárt. Most már betelt a pohár. Én szóltam előre. Ez a harmadik figyelmeztetés. A képzését befejezheti valami diákszálon, de itt ne lássam többé. Rengeteg időt áldoz a tanulókra. Van egy perce? A ma estéről van szó. Kérem, várjanak itt, aztán magával folytatjuk, Herr Schröder. Úgy gondoltam, hogy mindenkinek biztosítom a foglalást. A fogalmam sincs, hogy micsoda, de valami nem stimmel veled. Ez elég komoly probléma. Azt mondtad, mindig is arról álmodtál, hogy itt dolgozz. De hazudtál. Ha tényleg ez lett volna az álmod, nem a tegnap esti füstszagú cuccodban jössz ide. Nem pihálsz egész éjszaka, ami a 20 mentolos cukorka ellenére is érződik a leheleteden. Az asztalok így megvan. A francba. És tuti, hogy nem vittél volna haza éjjelre egy csajt, aki miatt ma aztán jól elkéstél. Ezt honnan a fenéből tudod? A parfüm. Kivéve, ha te magad használod Vera Wang princeszét. Nem lesz semmi. Te vagy az indiai eső ember, vagy mi? Csak jó a szaglásom. Lehet, hogy Fridnek mindebből nem tűnt fel semmi. De ha mégis, akkor 100%, hogy kifaggat. Miért épp ez a hotel volt? Életed nagy álma. A francba. Nem féltem magát. 1841-ben nyílt meg. Két évvel később már olyan híres volt, hogy maga a király is ide járt havonta kétszer. Mert a saját rezidenciáján nem volt fürdőkád. Németország legforgalmasabb szállodája, a világ vezető hoteljei közé tartozik. Hol is hagytuk abba? Á, igen, az álmoknál. Herr Schröder, mi fog állni 10 év múlva a névjegykártyáját? Hoteligazgató. És miért minket választott? Vagy csak azért van itt, mert az apja épp ide küldte magát? Apámnak ehhez semmi köze. Az én favoritom a Bayerischer Hof, Németország legforgalmasabb szállodája és a világ vezető hoteljeinek egyike. Maga a király is ide jár havonta kétszer fürdeni. Járt-e? Jöjjenek. Herr Schröder, várjon itt, kérem. Üljön le, Herr Kahavatte. Nagyon tetszett, amit a Sri Lankai szállodáról mondott nekem. Szokatlan válasz volt. Teljes szívéből ide akar jönni, igaz? Igen. Magát tisztességes embernek nézem, ezzel ide illik a szállodánkba. Mi az? Herr Kahavatte. Semmi. Akkor? Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem a csapatunkban.
Köszönöm. Helyezze magát kényelem. Felvettek. Mi? Senki sem vett észre semmit, azt hiszik, látok. Szuper. Örülj, hogy nem látod. Aha. Jó van, figyelj. 28 lépést mész a lámpáig. A lámpánál balra fordulsz, aztán tovább egyenesen a villamos megállóig. Ott már bármelyik villamosra felszállhatsz. Az ötödik megálló lesz a Bayerischer Hof. Gyerünk! Csak ezen az úton kell átmenni. Járda! Úgy 30 ember állott. Nem mehetek tovább. Tudom. Menni fog. Jól bejutottunk. Drukkolok. Köszönöm. Hello, Szár. Na, ez már komoly, mi? Nincs több enyém is. Oda néz. Mindenki itt van. Jöjjenek velem. Kezdődik. Kedves tanulók, 300 jelentkező közül választottuk ki magukat, mert úgy érezzük, tehetségük van a szakmához. Magukon múlik, mit hoznak ki a tehetségükből. Mostantól maguk is a Bayerischer Hofot képviselik. A hagyományait, a hírnevét és főként a vendégekhez való jó viszonyát, ami nálunk elsődleges. Legyenek tudatában a felelősségüknek. Természetesen nem egyszerre fognak végezni minden feladatkört. Csoportokra osztottuk önöket. Frau Riedlinger? Hanna Kümmerle. Igen. Szaliaka Havatte. Tim Wasmut. Irina Zajcev-Müller. Jala Asgari. És Max Schröder. Önök nálam kezdik a képzést. Kérem, fáradjanak velem. A következő csoport. Akkor most megmutatom még egyszer, hogy kell a sarkát hajtogatni. Nem, Herr Schröder. Ezt soha többé nem akarom látni. Ha valakit azon kapok, hogy üldögél, abból valóban komoly probléma lesz. Figyeljenek jól, a szakiskolában ezt nem tanítják. Égyni. A végén lépjenek hátra egy lépést, és nézzék meg a szobát a vendég szemével.
Most még nehéznek tűnik, de néhány héten belül már egy óra sem kell maguknak ahhoz, hogy rendbe hozzanak egy szobát. Most rögtön teszünk is egy próbát. Mindegyikük kap egy szobát, és mivel ez az első napjuk, 2 óra áll rendelkezésükre. Jöjjenek, kérem! Hogy valami nem stimmel veled. Na, mesélj. Mit? Haver, láttam a nagyítót. Retina leválás. 5%-át látom annak, amit te látsz. Szinte semmit. És nem szóltál nekik? Te felvettél volna, ha megmondom? Na. Légy szíves, ne árulj el, jó? Ne kérj ilyet. Szólnom kell Frau Riedingernek. Nem fedezhetek egy csalást. Öreg, értem, mi a helyzet, de... Jaj, ha látnád magad! Persze, hogy nem mondom meg senkinek. Nem vagyok seggfej. Segítek a tükörrel. Kell hozzá... Tiszta törülköző. Nem ez a mini vacak. És? Jó sok üvegtisztító. Ebből mindig fúj rá bőven. Na, most jön a törülköző. Ezzel leszárítod. Hm? Tessék. Hm? A másikkal kifényesíted. Ha a tükör tiszta, dobd a törőközőket a szennyesbe, csak nehogy rajta kapjanak. Látom, ezt vágod. Mert apám is a brancsban van, van pár étterme. Ezért tanulod ezt? Há, dehogy is. 2-szer meghúztak a fősulin. Apám elzárta a pénzcsapot. Ez most kompromisszum. Én akarom, de nem megy. Neked megy, de nem akarod. Egy vak meg egy süket zenélnek egy bárban, azt mondja a vak. Táncolnak már? Mire a süket? Miért? Már játsszuk? 8, 9, 10, 11, 12. És a juniornak osztályok jobbra vannak, a seniorok meg egyen feljebb. Balra. 8 lépés után 6 lépcső. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bocsi, 2 lépcső. Én... Jó, Robert, már aranykötör. Jó napot. Már még egy kormon, hogy jó napot. Meg kell ismerkedniük az evőeszközökkel is. Megismer. Például, hogy mi kell az előételekhez, és mi kell a főfogáshoz. Az egészet meg tudod jegyezni. Fel kell ismerniük a pohárfajtákat. Itt a reggeli. Vigye az ablakhoz, kérem. Már is. Jó reggelt. Jó reggelt. Kérem, szóljon, ha kíván még valamit. Szép napot! Ollin. Kiszállok. Nálad van a bubi? Nézd csak meg. Meg is nézem. Hogy jössz el folyton a blöfre?
Takarítás! Jó napot! Takarítás! Kérem? Á, a szobapincér. Bocsánat. Hé, hey, Sally! Max? Gyere te is, van még hely. Elmegy. Az egész lakosztály 110 perc alatt igazán nem is rossz egy tanulótól. Először szkeptikus voltam magával kapcsolatban, de tényleg nagyon sokat fejlődött, Szalia. Gratulálok. Köszönöm. Idézett Stevie Wondertől. Inkább vagyok vak, mint fekete. Jó, mi? Aha. Valaki figyel téged. Ki az? Gőzöm sincs. Max! Egy mosogató. Gyorsabban. Max! Hozd már azt az edényes kocsit! Gyerünk! Rendesen mosd el, különben nagy cirkusz lesz. Jó. Valami baj van a szemeddel? Szólj, ha segíthetek. Köszönöm. Honnan jöttél? Afgán vagyok. És miért vagy itt? Elmenekültem Kabulból. Ott sebészként dolgoztam. Most meg mosogató vagyok. Hé, hey, Hamid! Nem azért vagy itt, hogy fecsegj! Menj vissza és mosogass tovább! Hadd beszéljen. Fő, hogy itt vagyok, és van biztosításom. Végre! Na? Kabuli sebész. Azt mondta, segít, ha kell. Hé, hey, Kawasaki! Te vidd ki a szemetet! Most mi van? Ne aludj! Szóval csak a hangját ismered? Igen. Mégis tudod, hogy ő életed asszonya? Igen. És mi van, ha iszonyúan ronda? Nem számít. Ha igaz, végül is nem látod. Különben is, ilyen hangon nem lehet ronda. Vigyázz, Tócsa! Még egy, még egy! Ez az! És mi lesz? Vakrandi? Te marha! Tényleg zakkant vagy. Három lépcső. Berült Kőgel? Itt a személyzeti iroda. Jó hírt szeretnénk mondani. A következőről van szó. Tényleg? Én? Persze, felvegye. Már is. Figyelj, Kahabatte! Ugorj be helyettem.
Mindjárt jön a szállító, és fel kell mennem a személyzetire. Sietek vissza. Menj csak. Jó reggel. Hol van Bert? Elment egy percre, én helyettesítem. Jól van. Akkor kezdjük? Igen. Köszönöm. Amúgy Sally vagyok. Én meg Laura. Új fiú vagy? Most kezdtem a szakképzést. Friss szállítmány, akárcsak a te árod. A Sally elég szokatlan név. Igazából Sally-ja, szingaléz név. Olyasmit jelent, hogy jámbor. Sri Lankai vagy? Az apám. Én már itt nőttem fel. Vidéken. Neustadtban. Az is jó. Az is jó. Szóval, jámbor. Igen. Ha rájövök, hogy ki volt az, azt is megbánja, hogy megszületett! A mocsok! Mi történt? Egy pillanat. A hónap dolgozója. Vegyem át az oklevelet a személyzeti főnöktől. Jézusom, én meg bevettem ezt a marhaságot. Csinálom tovább, közkávát te. Szívesen. Úgy, úgy bámult rám, mintha teljesen budgyant lennék. Ez a... Sally! Mennem kell. Sally! Örülök, hogy megismertelek. Én is. Szia! From your head down to your sweetest feet, my heart skips a beat, you sweep me off my feet. Sally, már 10 perc a mortadellát kellene szeletelned. De gyere, ismered a szeletelőgépet? Ezzel indul, ezzel áll le, itt állítod a vastagságot. Ez itt a mortadella. Egyszerű a szabály, a szeletek legyenek szinte átlátszóak. Jó. Óvatosan! Mi a seb? Nem vészes. Hamid, közszert! Már is! Közszert! Közszert! Menj! Mi történt? Semmi, folytat. Te tanúszoltás volt? Nem tudom. Először elállítjuk a vérzést. Sally? Igen? Munka után beszélnünk kell. Rendben? Igen. Szia. Sziasztok! Hello! Sally, ide jönnél, kérlek. Na jó. Mi van veled? Két lehetőséged van. Vagy elmondod nekem, mi a problémád, vagy holnap már nem kell bejönnöd. A retinámmal van gond. Rosszul látok. Milyen rosszul? 5%-át annak, amit maga lát, az se jól. Miért titkoltad el? Mert egy látássérültnek senki nem ad esélyt. Sajnos nem vállalhatom, hogy a konyhámban ilyen balesetek történjenek. Most szétszedjük a szeletelőgépet. Mindent elmagyarázok, te összerakod, és utána már nem lesz vele gond. Jó? Köszönöm. Gyere. Először is mindig kihúzzuk a konnektorból, itt megy a vezeték. Oldalt fogd meg, húzd ki. Ide soha nem teszed be a kezed, mindig kívül marad, mindig kívül. A pengéhez mindig belülről nyúlsz kifelé. Lassítsd meg a csavart, fölfelé emeld, szépen tedd félre. Középen van egy tüske. Illesz be, nagyon jó, megy is. Sally, most már elég? Hm?
Csinos. De nem úgy, hogy csak csinos és annyi. Tovább. Karcsú, szép, formás a karja. Biztos a sok tehénfejéstől a biotanyán. Tovább. Nem túl magas. Szőke haj. Csaf. Tökéletes. Sokat nevet. És van barátja. Mi? Bocs. Ez egész biztos? Igen, haver. Ott smárolnak. Na, menjünk felejteni. Több nagy szerelem is lehet az életben. Te mit gondolsz? Lehetséges. Szóval minél előbb át kell váltanod a következő nagy szerelem. Ilyen egyszerű? Ilyen egyszerű. Lehet, hogy az egyik kis csaj lesz az, aki titokban épp minket bámul. Persze. Frankon, 2 órán! És indiait, aki ott áll a pultnál. Az egyik hanyat akarja dönteni az indiait. Tudtam! Tökéletes! Először is nem vagyok indiai, másodszor is még gyászolok, és harmadszor béna a hangja. Mellé beszél is. Van, jön, zöld ruha, vörös haj. Jobb lenne egy szőke. Nem válogatsz te egy kicsit sokat vaklétenre? Hello, hello, szia. Gyönyörűm. Én Max vagyok, ő pedig Sally. Szia, Tina vagyok. Csinálj velem, amit csak akarsz. Mi van veled? Semmi, minden szuper. Várunk, Herr Schröder. Először az alaparomákat. Ebben. Földi. Föld. Nem mondja nekem, hogy földi ízt érez ebben a borban. Kérem, próbálkozom még egyszer, jó? Ebben. Ebben. Jól van, és meg. Várunk. Ibolya? Nem rossz, Herr Schröder, tessék. Fésűkagyló. Kész. Kivinni. 2 bárányborda. 3 perc. Dali, vedd le azonnal. 2 zöldségkeverék, 2 polenta. Már is kész. Jó, kérem a polentát, ahogy kész. Max, a lazat, hogy gyerünk, már sütni kell. Itt van. Tessék. Jan megmutatja, hogy kell megtölteni. Ezeket rendesen meg van pucolva, te. Ja. Tim? Egész biztos vagy benne? Jan, megbízhatsz benne. Köszönöm. Hanna, tessék. Irina? Köszönöm. Jó van. A következő a recepció, ugye? Igen. Én maradok. Sok sikert. Köszönöm. Mindent köszönök. A kulcsa. Köszönöm. Ó, ez 41, nem 42. Megint a te kulcsodat adtad oda. Bocsásson meg a barátomnak, hogy rossz kulcsot adott. Oda van a gyönyörű gyerekért. Rendben, köszönöm. Szép napot. Köszönöm.
Ugyan, hagyja őket. Menj! Jól van, elmentek. Felvették a fiúkat? Még emlékszik rá? Igen, felvették. Üzenem, hogy gratulálok. Átadjuk. Tessék a kulcsuk. Érezzék jól. Köszönjük szépen. Streber, te csak sárgulj. Figyelj! Négy asztal minden oldalon, mindegyik három lépésre egymástól. A bár 10 lépés hosszú, 3 lépés széles. 10 lépés hosszú. 1, 2... A képzés utolsó állomása egyben a legnehezebb is. A jó szálloda lényege a jó kiszolgálás. Itt vannak, mielőtt az első vendég megjön, és maradnak, amíg az utolsó el nem megy. Azonnal ott teremnek, ha kellenek. Zajtalanul, feltűnés nélkül, és főleg mosolyogva. Gondoljanak arra, hogy ha szívből jön a mosoly, a vendég tudja, hogy szeretik a szakmájukat. Nem tűröm a trehányságot, a pontatlanságot, a lustaságot. Se semmi mást, ami árthat a szállodánk hírnevének. És most a fiúk hozzák ide az italokat, a lányok pedig szortírozzák. Finom, finom, finom. 9, 10, 11. Tudnál segíteni? Mi ez? Megint a hivatal? Igen, már megint írtak. Szalam aleikum. Hello. Szóval. Tisztelt Hamid Muzaffa válaszul a hozzánk intézett folyamodványára, amelyben kérvényezte jelenlegi munkakörülményeinek felül, ezt a körülményes fogalmazást nem hiszem, felülvizsgálatát, mint a... Laura, az integetted, de te nem integettél vissza, úgyhogy integettem én. Most elment. De hová? Kiment? Mindjárt jövök. Francba! Laura! Hamid mondta, hogy integettél. Nem vettem észre, sajnálom. Jól van. Gond van Hamiddal? Nem, csak egy kicsit segítek neki. Eredetileg orvos, és szeretne mentőtisztként elhelyezkedni. De az engedélye szerint csak itt és csak mosogatóként dolgozhat. Bonyolult így. Te hogy vagy? Kösz jól. És te? Én is. Jól meg vagy Irinával? A barátnőd, nem? Nem, dehogy is. Nem? Nem vagyunk együtt. Nem, egyikünk sem akarná, dehogy is. És te... Meg vagy a kollégáddal? Már nem. Szakítottunk, bár ő nem akarta. Sajnálom. Nem kell. Seggfej volt. Lehet, hogy egy kicsit így hülyén jön ki, de eljönnél velem vacsorázni? Hogy képzeled? Nyugi, csak vicc volt. Holnap este? Választasz éttermet? Holnap este nem jó. Szombaton? Jó. Rendben. Szia! Szia!
Beleteszünk a long drink pohárba a csipesszel, óvatosan, néhány jégkockát. Fogjuk a Jigger nevű kis mércét, és belemérünk egymás után másfél centiliter vodkát, fehér rumot, tekilát, gint, 2 centiliter Cointreau-t és egy kis adag citromlét a hideg shakerbe. Rá a fedelet, és erősen, határozott mozdulatokkal rázzuk. Rátesszük a szűrőt és öntünk. A poharat feltöltjük kólával. A citromhéjat összetekerjük. Egy nyomás, kitekerjük. 2 citromszelet dísznek. Szívószál, keverő, és íme elkészült a Long Island Iced Tea. Lehúzzuk a kártyánkat a kasszán. Azt választunk, a számozást itt találják a listán. És végül kinyomtatjuk és lefűzzük a blokkot. Van kérdés? Voilà! Ez az öregem egyik étterme. Oh, nézd csak körül! 8962, nézzük csak. Campari, klasszikus, mojito, Cuba Libre. Hány centiliter? 4 centiliter fehér rum. Kubai rum kell. Kubai rum. És 12 cent 12 kóla. Cent kóla. 1, 2, 3. Állj! Túl sok. Újra. Jól van, nézzük. 1, 2, 3, 4. Nagy, nem? Használjunk inkább vizet. Hülyeség. A víz tök másképp folyik, mint a vodka. Gyerünk, újra. Jól van, legyen. 2, 3, 4. Csodás! Most gyakorod. 1, 2. Jó. 1, 2. Nagyon jó. 1, 2. Fantasztikus. 1, 2. Büszke vagyok rád, haver. Igen, mind sikerült. With my baby on the left, with the baby on the right, got a rocket in my pocket. We gonna do a little drinking. We gonna do a lot of beer. We gonna do a shaky shaking. We gonna do a lot of beer. One drink, one shot, one mug, one shot, one beer. Ide jövök Laurával. Az étlapot otthon megtanulhatod kívülről. Köszönöm. Értem is. Túl bonyolult és rizikós. Megkérem, hogy itt találkozzunk. Nem lenne egyszerűbb megmondani az igazat? Ha megmondom, akkor csak erről lesz szó, és nem akarok az első randin végig a vakságomról beszélni, akkor megette a fene. De akkor mikor akarod megmondani neki? Mit tudom én, de nem az első randin. Ne nézz rám ilyen hitetlenül. Nem is nézek rád sehogy, épp egy lányt nézek az utcán. Nem igaz. De igaz. Tudod mit? Rendelj nyokkit paradicsom szósszal, azt vakon és kikanalazhatod. Your jeans.
inside. You better show me what's in, what's inside your dreams. Elsőre elmegy Herr Schröder. Szép csapolás. No, látná, hogy töményezem. Ezt látom mindig a reggeli ábrázatán. Inkább a limonádékat gyakorolja. Vékonyabbra. Egy Long Island Iced Tea. Egészségére. Nem rossz kávát te, de ne bízz el magát. Vaktyúk is talál szemet. Szia! Régóta vársz? Nem, csak most jöttem. Jól van. Szép hely. Ajánlanál valamit? A risottók szuperek. Második oldal, főfogások. Jól van. Jó, azt kérek. A hölgynek zöld spárgás risotto. Köszönöm. Az úrnak pedig nyokki. Köszönöm. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Neked is. Mióta dolgozol a tanyán? Úgy 3 éve. Előtte a városban éltem. És tetszik ott? Rendesek a főnökeid? Nagyon is. A szüleim azok. A szüleid ilyet, anya? Igen, ott nőttem fel. És visszaköltöztél innen? Igen. Nem az volt az álmom, hogy újra a szüleimmel lakjak, de... Anyuka vagyok, és szeretnék még élni is. Úgyhogy ez volt a legjobb megoldás. Van gyereked? Uh-huh. Oszkár, 5 éves. Hűha! Igen, hűha. A szüleim is ezt mondták, amikor megtudták a dolgot. És most ők vigyáznak a kicsire? Uh-huh. Tudod, talán közhelynek hangzik, de megválogatom, kivel és hová megyek el. I'm gonna walk in with my baby tonight. I don't know what I'm talking. Eminem just right. We go walking, no talking. Weeping, sweeping, feeling, teasing. I don't know. Just marvelous, sweet as it can be. Marvelous, just marvelous, functions for me. Marvelous, marvelous, sweet as it can be. Marvelous, just marvelous, functions for me. Ha már valamihez igazán értek, például hol kapni a legjobb húst, vagy a legjobb zöldséget, akkor inkább valami különleges kell, nem a 100. ugyanolyan hely. Uh-huh. Szingalész konyha. Igen, abban végképp nem vagyok szakértő. Bezzeg én. Jól hangzik. Vasárnap kimegyünk Oszkárral az Izárhoz, eljössz? Persze nem muszáj, ha nem akarsz. De szívesen. Akkor vasárnap. Vasárnap. Szia. Szia. Oh.
Sikerült választani? Igen. Ezt kérem. Azonnal. Ez lesz az, az arrogáns béka. Egy pillanat. Jameson, Gold Reserve. Köszi. Milyen volt Laurával? Szuper. És? Elmondtad neki? Nem. Hol is tartott? Az arrogáns békánál. A hasonló nevű kétéltű sajnos a kihalás szélén áll, de a szőlészet közelében még él és virul, ereje és potenciálja teljében. Akkor megkóstolom ezt a békabort. Már is adom. Egy gin tonicot kérek. Főúr? Igen. Fizetek. Egy pillanat. Mitä kautta ne jääkärit tuli Suomeen? Tota, kaikki tietää sen, että kukaan ei vittu leijonalle. Yksi päivä leijona oli justiin saanut syötyä pehmetään. Missä seksiasennossa tulee kaikkein rumimmat? Lefekszem. Jó ét. Na, kész van? Igen. Szabad? Az összes poharat még egyszer elmossa és eltörli. És ha még mindig vízfoltosak lesznek, újra elmossa és eltörli őket. Megértette, kávette? Igen. Jó. Na, kész? Majdnem. Itt marad, amíg meg nem tanul poharat törölni. Gyerünk! Mindet újra! Adja ide! Nem, még mindig nem jó. Újra. Nem, most maga mondja meg. Tiszta ez a pohár, vagy nem? Csak meg tudja mondani, hogy egy pohár tiszta-e vagy sem. Nem tudom. Tessék! Nem tudom. Fáradt vagyok, nem bírom tovább. Gyerünk, folytassa. Mindent újra. Mosás, törlés.
Na és még valami kávette, az előbbi hang nem. A vendégekkel is így beszél. Vegye ezt első figyelmeztetésnek, a harmadiknál repül. Szép itt, ugye? Nagyon szép, igen. Sally? Igen? Gyere, menjünk focizni. Lehet? Igen, persze. Rendben. Jó van. Az a kapu. A kapu? Jó, jó. Ahol a két bot van. A két bot. Rendben. Mehet. Hurrá! Gól! Hoppá! Kicsit pihenek, jó? Oszkárban van energia. Laura? Mit csinálsz? Bocsánat, azt hittem, alszol. És ezt csinálod az alvó nőkkel? Nem, én... Sally, gyere játszani! Ó, bocs, a fiat hív. Goodbye to blues. Gyere csak! Szólj meg. Oszkár téged hív. Hívtál. Miért? Te földön kívüli vagy? Miért lennék az? Mert a te bolygódon biztos nem ismerik a focit. Ne aggódj, Oszkár. Nem vagyok földön kívüli. Jó, ha ez igaz, akkor ígérd meg, hogy nem falsz fel engem és az anyukámat. Jó, és másnak sem engedem, hogy felfaljon. Jól van, akkor alszom. Két lüke, egy pár. Egy italt? Jó. És mi van Oszkár apjával? Teljesen eltűnt. Ó. Igen. Először őrülten lángolt. Aztán, amikor ott volt Oszkár, hirtelen rájött, hogy a régi életét akarja élni. Berlinbe költözött, és felszívódott. Durva.
Egyszerűbb nélküle, mint vele. És nem kell dühöngenem az örökös hazudozása miatt. Mi az? Mi a baj? Minden rendben. Jó hét. Jó hét. Jó utat. Most a főételt. Az alapszabály itt is az, hogy sosem nyúlunk át a vendég tányérja fölött. Mindig tartani kell a felszolgálási irányt. Az első napja az étteremben és késve érkezik. Elnézést kérek, nem hallottam a Weckert. Most megkapja a második figyelmeztetést. Egy lépésre áll a vörös vonaltól. Ez mi? Mi van a nyakkendőjével, Calvette? Ezen túl én kössem meg? Egyszerűbb lenne, hm? Önnek igen. Mit mondott? Önnek egyszerűbb lenne. Remélem, nincs gondja a szívből jövő ellenszemvel. Nincs, ismerem otthonról. Akkor otthon érezheti magát. Most térjünk rá a következő pontra, a terítésre. 3 nem fogadott hívás. Elvitte az ékszereket és minden értékes holmit. A bankszámlákról is kivett minden pénzt. És még a múlt héten feleségül vett Sri Lankán egy másik nőt. És átiratta rá az életbiztosítását. Valahogy sikerült ott elintéznie, hogy érvénytelenítsék a házasságunkat. Anyának munkát kell szereznie, hogy tudja fizetni a ház részleteit. Ez nem lesz könnyű. Apátok nem akarta, hogy dolgozzak. Tudok segíteni? Csináld végig a képzést. Legalább amiatt ne kelljen aggódnom. Bocsánat. Tudok adni 200 eurót az ösztöndíjamból. És keresek egy mellékállást. Hamid is dolgozik egy péknél is. És hogy oldod meg? Már így is iszonyú túlterhelt vagy. Bírni fogom. Csak addig kell, amíg anya munkát nem talál. De ne mondd meg neki. Never meant to be this kind of man. Slipping around the hurt. Lies. Always meant to walk a straight line, but somehow things got turned upside down. Rossz irány. Ezzel a tempóval soha nem fog átmenni a vizsgán. Oszkár, ne menj följebb, jó? Nézd, milyen magasan vagyok! Jó estét. Nos, sikerült már választaniuk? Igen, nekem igen. Remek.
Még egyet ebből. Legyen inkább, nem is tudom, ehhez. Ez micsoda? Sally, kapj el! Ne ugorj! Nem tudlak elkapni, ne ugorj, jó? Egy. Ne. Kettő. Ne. Szerinted ez tudod? Igen, kérdez. Három. Ne. Klassz volt, még egyszer. Tessék. Nagyon közel jársz hozzá, hogy összedöntsd a kártyavárat, amit olyan gondosan építgettél. A francba! Sally! Nagyon köszönöm, el kell vinnem egy sürgős szállítmányt. Maximum egy óra lesz. Ugyan, semmi gond. Oszkárnak úgyis ez a csúcs, ha te játszol vele. Hol van? Ott a homokozóban. Épp egy UFO-t épít. Szia, sietek! Ja. Szia, Oszkár! Szia, földön kívüli! Jövök! A legjobbkor a csodába. Megvan. Hello, Max, mi van? Kleinschmidt bármikor megjöhet, és ha látja, hogy nem vagy itt, megkapod a harmadik figyelmeztetést. Francba! Ezt totál elfelejtettem. Épp a játszótéren vigyázok Oszkárra, de rohanok a szállodába, ahogy tudok. Laura mindjárt visszaér. Szia. Francba! Figyelj, Laura! Ma esküvő lesz a szállodában, és elfelejtettem, hogy én is felszolgálok. Már rég ott kellene lennem. Ugye hamar visszaérsz? Szuper. Jó, szia. Szia. Oszkár! 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 Oszkár, ha ez egy játék, akkor hagyd abba, jó? Oszkár! Hé, ez nem vicces, hallod? Ez meg mit ordibál? Oszkár! Nem! Oszkár! 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 Sally, mi történt? Elvesztettem Oszkárt. Telefonáltam, mi? És Oszkár eltűnt. Mikor? Csak pár perce. Az előbb még itt volt. Oszkár! Oszkár! Ne csak állj, keresd te is! Oszkár! Mi van veled? Én nem tudom keresni, nem látok! Oszkár! 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 Nem láttak egy 5 év körüli kisfiút kék sapkában? Oszkár! Nem szabad csak úgy elmenni. Sose szabad így elszaladnod, mindig szólnod kell, mielőtt elmész.
Mit jelentsen az, hogy nem látsz? Rossz a szemem. Én az 5%-át látom annak, amit te látsz. Úgy vigyáztál Oscarra, hogy ezt nem mondtad meg nekem? Ugye mondtam? Nem ígértem túl sokat, de minden pontosan olyan, amilyennek kívánok. Klein Schmidt itt van, ha nem jössz most azonnal, neked annyi. 5 perc és ott vagyok. A játszótéren nem szokás telefonálni. Többé nem fordul elő. Végre! Tiéd a 3-as. 25 lépésre lesz 2 óránál. Klein Schmidt nem vett észre semmit. Jól vagy? Igen. Mennem kell. Hey, Sally, na végre! Pesgő a 3-asnak, már várják. Sally? Sally? Ennek itt semmi értelme, mintha nem mennél magadnál. Ha most elmegyek, kirúgnak. Haver, te totál be vagy állva, így nem dolgozhatsz. Hé, ereszel! Sally, a barátod vagyok, de te kezdesz komplett idiótává válni. Ha most visszamész, már én se segíthetek. Hülye kamikáze. Barom, mi a fenét művel? Mi az, talán vak? Képzelje, az vagyok! Mi? És maga egész végig észre sem vette. Tűnjön innen! Kifelé, te azonnal! Ez ott próbálj meg nyugodni. Sally, állj le a drogokkal! A szemed már kész, most az agyadat is tönkre vágod. Foglalkozz a saját szalonna! Nem tudsz
vigyázni! Misery is cold. Hívok mentőt. Jól van. Hogy hívják? Tudja a nevét? Mondja, hall engem? Lát engem? Lát engem? Látod, ha nem hallgatsz rám, hova kerülsz? Sajnálom, hogy úgy viselkedtem. Hülye barom voltam. Hülye barom voltál. Mert nem mondtad el, hogy ilyen felfoghatatlanul jó csaj a tesód. Védelmi ösztön. Gyere vissza Neustadtba. Anya annyira örülne. Képzett, talált munkát. Egy biztosítónál, szóval megtarthatjuk a házat. El kell fogadnom a vakságomat. Másképp nem megy a dolog, most már tudom. A szállodában nem kellek, keresek más helyet. Ahová vakon is felvesznek. De itt, Münchenben. Jöjjön kérem, erre. A munkatársaink 30-40%-a vak, vagy korlátozott látású. Ezzel mi vagyunk a legnagyobb esélyegyenlőséget biztosító cég. A sérült kollégák részére speciális továbbképzéseket is szervezünk. Mindezt önnek is felkínáljuk. Na? Képtelen lennék itt dolgozni. Rögtön gondoltam. Akkor? Masször képzés? Van valami, amit régóta ki akarok próbálni veled, és szerintem itt a megfelelő alkalom. No fucking way. Nem áll, nem ismeredek. Különben is esésben te vagy az ez. Jó. Most jobbra. Jó vagy, ez az, csinálj tovább! Itt vagyok, gyere utánam! Közelem! Maradj mögöttem! Maradj mindig mögöttem! Gyere! Gyere! Fékezz! Balra, tarts balra! Egyenesen ez az! Balra! Francba! Akadály! Milyen akadály? Fékezz! Semmi baj! Nyugi! Nem tehet róla. Vak, mint egy denevér. Gyerünk tovább!
Már mint egy is ott vagyunk! Fékez! Fékez! Ez az! Igen! Mikor van a záróvizsga? Én nem vagyok osztó, de meglátjuk. Minek jött ide? Bocsánatot kérni. Öntől, Herr Kleinschmidt, öntől, Herr Fried, és a többiektől. Azért, mert a képzés alatt végig hazudtam. Tényleg nagyon sajnálom. És az, hogy elrontottam az esküvőt, az valóban... Megbocsáthatatlan. Szóval mit akar itt? Kérem, hadd tegyem le a záróvizsgát. Tudja, mielőtt ide jelentkeztem, azt mondták, légy realista. Ne álmodozz, felejtsd el a képzést. És a hazugságommal talán előbbre jutottam, mintha igazat mondtam volna. Szóba se jöhetett, hogy feladjam. Mostantól elfogadom azt, ami vagyok. Egy ember, aki nem boldogul a barátai nélkül, mert egyszerűen alig lát. De az álmaimról nem mondok le semmiképpen. Hadd mutassam meg, mire vagyok képes. Kérem, adjanak egy esélyt. Kérem, Herr Kleinschmidt. Úgy se hiszi, hogy átmegyek a vizsgán. Amiatt, ahogy terétek. Tényleg nem hiszem. Egyszerűen túl lassú. Hadd bizonyítsam be az ellenkezőjét. Na gyerünk, tegyen valamit a karmájáért. Adjon neki egy esélyt. Igen, engedje, hogy vizsgázzon. Jól van. Próbálja meg. Köszönöm. És kérem, ne adjanak előnyt a vizsgáztatók. Úgy bíráljanak el, mint a többieket. Emiatt nem kell aggódnia, ugyanis én is vizsgáztatok. Hop, 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 hop! It's time to trust your... Fiú, kanál, lány, Vilda, ugye? Igen, a fiú fekszik fölül. Nothing but hope got away. Majdnem jó. Okay. Ugye? Igen. Ah! Felébe! Ah! Ne! Nyugalom! Kész! Fehér rom. Jöhet a több. Gin? Kva! Nézzük csak, akkor itt van a gin. A 30. paragrafus alapján kiterjesztett erkölcsi bizonyítványt adnak ki önnek. Ez az irat szükséges ahhoz, hogy ezután mentősként tevékenykedhessen. Szóval, elmész az útleveleddel az idegenrendészetre. Rendben. Tessék, írja alá a mellékelt kérvényt, és... Laura megint itt van, de most nem integetett. Mindjárt visszajövök. Ide jön. Hallottam, mi történt. Így jobb. Látássérült lettem, hivatalosan is. Nem is olyan rossz. Így már végre olvashatok is, nem csak úgy teszek. És letelted a záróvizsgát is? Reggel kezdek.
ital és pohár is merettel. Akkor majd drukkolok. Köszönöm. Mennem kell. Sally, lehet, hogy én csak egy buta afgán vagyok, és itt másképp mennek a dolgok, de a helyedbe utána futnék. Laura! Vigyázz jobbra! Hiányzol. Szia, Sally. Akkor is hiányzol, ha nem akarod hallani. Csak szép nyugodtan, van ideje. Konyakos pohár. Whiskys pohár, tumbler. Koktélos pohár. Acapulco, 480 ml. Pezsgős pohár, más néven flőte. Sörös pohár, 2 decis. Kájpirinja pohár. Ez pedig martinis pohár. Mi a martini? Egy vermut. Miről nevezték el? Az üröm nevű növényről, amely az enyhén kesernyés ízt adja. Ismer más vermutot is? Cinzano. Ez az utolsó vizsga. Ha megszólal a gong, azonnal hagyják abba a munkát. Azt értékeljük, amit addig elvégeztek. Sok sikert és rajta. Hol fekszel a szexnél? A fölül. A kanál is. Már csak egy perc, és hiányzik a vizes pohár. Siessen! Senki ne nyúljon semmihez. Nos, a poharak sorrendje nem teljesen megfelelő. Igen, itt nem. Ezt leszámítva igazán nagyon szép. A tányérok és az evőeszközök rendben vannak. A szalvéták úgy szintén, minden a helyén van. Megfelel. Egy turista házban. Ennyi. Gyere, nézd meg az én remek művemet. Köszönöm. Nézzük a következő asztalt. Úgy látom, itt is minden rendben van. Szépen megoldotta a feladatot. Te magad csináltad a batikolást. Azok rózsaszirmok tellökött. Herr Kávette, kérem jöjjön az asztalához. Nos, Herr Kávette, ami önt illeti, az asztala egy katasztrófa, ez egyértelmű. Nem is kérdés, hogy ez így nem felel meg. Viszont mivel a többi részvizsgát jól teljesítette, az elméleti rész pedig kiválóan,
úgy határoztunk, hogy az összesített eredmény alapján megkapja az oklevelét. Ez az! Ez az! Ez az! Bravo! Ez szuper! Haver! Bravo! Bravo! Szeretés vagy! Nem? Köszönhetséges. Mindent nagyon köszönöm. Őszintén gratulálok. Megmondom őszintén, nem hittem, hogy egy hónapnál tovább bírja. Köszönöm. Gratulálok, elsőre. Gratulálok. Köszönöm. Maga miatt nem kellett aggódnom. Tényleg teljes szívéből akarta. Gratulálok. Gratulálok. Minden jót. Köszönöm. Ügyes. Halljátok ezt? Akkor jó utat. Köszönöm. Hey, Matt! Hamid! Hé, Sully! Sikerült! Mindent köszönök! Őrület, hogy megnehezítették a dolgát. Amúgy van jogsira egyáltalán? Azt hittem, soha senkivel nem fogok találkozni, aki jobban akarja ezt a szakmát, mint én. De most már lehetségesnek tartom, hogy mégiscsak találkoztam az illetővel. Köszönöm. Kivételes érzéke van a borokhoz. Ha akarja, elkezdhet nálam az étteremben egy kiegészítő szomelié képzést. Nagyon örülök, hogy hív. De nem fogadhatom el az ajánlatot. Saját céget tervezünk, Max-szal. Maga újra és újra meglep, Kávat. Nos, akkor sok sikert. Igazán megérdemli. Köszönöm. Ezt meg mi lehet? Vigyázzatok! Szia, Patrik! Üdvözlöm! Kellemes estét, érezzel jól! Szia! Gyertek, itt van! Egy közmondás szerint, aki gyorsan akar haladni, az egyedül megy. De aki messzire akar jutni, az jó társaságban utazik. Hadd mutassam be a salámét! Én mindig a hosszú távot szerettem. Oda én! Tessék, parancsoljatok! Ezt kóstoljátok meg! Segíthetek? Laura? Próbáltam elmagyarázni Oscarnak, miért nem találkozunk. Erre azt mondta, ő is hazudott már nekem azért, mert félt, hogy nem fogom szeretni. Úgy látom, kell még ide valaki. Örülnék. Jó. Azt hiszem, Sully élete legszebb pillanatát éli át. I got lost in my dreams, didn't know where this would lead, but I guess I couldn't wait. Another chance, another life, found some joyful times tonight. Can't forget those summer. Oscar és én vettünk neked valamit. Nincs mi az? Egy labda, ami török. Foci vakoknak. Ezzel talán jobban élvezed majd. Gyere. Folyton a lábadra lépnék. Az én két szemem. Elég lesz kettő. Anything people say, can't describe the way I play, can't find out for myself. No matter when, no matter why, I shoot for two trees and cry. I can count on my feet. Tomorrow's calling you. Can't you hear tomorrow's calling you? Tomorrow's calling you. Can't you hear tomorrow's calling you? Once you took the chance to grow, life is so much more to show. There's a need to hesitate. Köszönjük Sully-e Calavetti-nak az inspirációt és a támogatást. For better times, it's not too late.
Magyar hangok. Fehér Tibor, Szabó Máté, Tenki Réka, Crespo Rodrigo, Kőszegi Ákos, Rátóti Zoltán, Csuha Bori, Mészáros Máté, Andrész Kati, Sándor Barnabás, Kiskovács Luca, Móroc Adrien, Dékány Barnabás, Lovas Rozi, Megyeri János, Szórádi Erika, Kassai Károly, Formán Bálint, Sarádi Zsolt, Barbinek Péter, Galbenis Tomasz, Bárány Virág, Pap Kati, Tóri Bálint, Juhász György. Magyar szöveg Pallinger Emőke, hangmérnök Csomás Zoltán, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Marton Bernadett. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az MTVA. I might stumble, I might fail, but I'll get up again. I might stumble and fail, but I'll get up again. 'Cause this is gonna go my way. 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 Don't you feel sorry for me? You're already holding me back. Don't you call me a dreamer, that's a bad thing. I might stumble and fail, but I'll get up again. I might stumble and fail, but I'll get up again. Hey, 'cause this is on the go my way. This is gonna 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 go my way. This is gonna